mai videóban négy alapelvről szó, amelyek abban segítenek, hogy megtaláljuk a számunkra legideálisabb, legegészségesebb diétát. Szeretettel üdvözlök mindenkit, itt Újhely Szabolcs Zoár. Ha gyorsan és könnyen meg akarjuk érteni, hogy milyen az a diéta, amely leginkább értünk van, amely leginkább támogatja az egészségünket, a legjobb, ha legelőször is szembenézünk a jelenlegi hazai egészségügyi helyzettel. Az a fajta táplálkozási mód, azok az ételek, amelyeket az előző 50-100 évben fogyasztott a hazai lakosság, amire rászoktunk itt a Kárpát-medencében, ezek az ételek valószínűleg nagyon nem jók, hiszen a hazai lakosságnak több mint 10%-át cukorbeteggé tette, több mint 3 millió magas vérnyomásos beteget termelt ki napjainkra, és évente 50 ezer daganattal kedveskedik a gyógyszeripar számára. Először is a tömegtermelés az elmúlt 100 évben ráállt arra, hogy a növényeket vegyszerekkel, hogy a talajt műtrágyával, hogy az állatokat hormonokkal kezelje, és az állatoknak elkezdtek olyan takarmányt is adni, amely természeténél fogva nem való számára. A tömegtermelés elkezdte az állatokat nem természetük szerint tartani, a csirkéket ugye ketrecbe zárták, a marhák és a disznók életterét rendkívüli módon leszűkítették. Megjelentek a genetikailag módosított növények, melyeket nem csak az emberek számára állítanak elő, hanem ugye takarmányként az állatoknak is adják. Mindezek a hatások azt eredményezték, hogy egyrészt a vitaminok, az ásványi anyagok, nyomelemek szintje lecsökkent a tömegtermelésben előállított ételekben, másrészt belőjük került egyre több olyan vegyszer, amely gyengíti az immunrendszerünket, felborítja a hormonháztartásunkat, és sok más negatív hatáshoz is vezet. Ha egészségesebb ételeket akarunk fogyasztani, akkor az első fő alapelv, hogy a tömegtermeléssel minél inkább ellentétes forrásból származó ételeket fogyasszunk, azokat, amelyek minél inkább úgy készülnek, ahogyan hagyományos módon évezredeken keresztül készültek. Ilyenek például a biogazdálkodásból vagy a kisebb családi gazdálkodásból származó ételek, illetve a GMO-mentes jelöléssel ellátottak. A szupermarketekben lévő ételek 90%-a nem tartozik ebbe a csoportba. A második fontos alapelv az egészséges diétához a szénhidrát probléma megértése. Ahogy növekedett a föld lakossága az elmúlt évszázadokban, egyre inkább elterjedtek a szénhidrátok, a magas keményítő tartalmú ételek, mert ugye nem győztük energiával ellátni a lakosságot. A búza, a rózsa, a rizs, hajdina, zab, burgonya finomítása, feldolgozása, főzése során magas szénhidrát tartalmú ételekhez jutunk, amelyek gyors energiát adnak, cserébe viszont vitamin szintjük nagyon alacsony lesz. Nagyon leegyszerűsítve, ezekben az ételekben a testünk számára nincs semmi tápláló, csak arra jó, hogy az éhségérzetünket megszüntessék. Ezért is terjedtek el, mert a lakosság nagy számon ugye éhezett, és kellett valamit adni az éhségérzet csillapítására, például háború idején. Tehát a második fontos alapelv, hogyha táplálni akarjuk a testünket, el kell hagynunk azokat az ételeket, amelyek lecsökkentik az éhségérzetünket, de a hatásukra a sejtjeink továbbra is éheznek. A sejtéhezés az inzulinrezisztencia, amely vitamin és nyomelem hiányt jelent, ez a hiányállapot pedig tökéletesen megágyaz a különböző betegségeknek. Az emberi szervezetnek nem szénhidrátra van szüksége, nem keményítőre, nem cukorra, hanem zsírokra, fehérjékre és sok-sok zöldségre. A zsírok, a fehérjék és a zöldségek tették ki a táplálkozásunkat több százezer éven át. Nem fogyasztottunk gabonaféléket, és a természetben nem léteztek eredendően ilyen magas cukortartalmú gyümölcsök sem, mint amilyeneket az ember az elmúlt évszázadokban a nemesítési eljárások során létrehozott. Az mutat rá leginkább arra, hogy a Homo sapiens táplálkozása szinte teljesen mentes volt a felszívódó szénhidrátoktól, hogy az emberi szervezet számára létezik olyan, hogy eszenciális zsírsav, azaz zsír, és eszenciális aminosav, azaz fehérje. De olyan, hogy eszenciális szénhidrát nem létezik. Az eszenciális ugye azt jelenti, hogy szükségszerű, tehát kell ahhoz, hogy a testünk működni tudjon. Abból is következtethetünk arra, hogy a sapiens nem sok cukrot fogyasztott az evolúciója során,
hogy a cukorból a testünk kb. 2000 kalóriát tud csak eltárolni, míg a zsírból 70-80 ezret, tehát 40-szer többet, több zsírt. A harmadik fontos alapelv az egészséges diéta keresésének útján annak belátása, hogy sajnos azzal már nem tudunk mit kezdeni, hogy az ember teljesen tönkretette ugye a talajt, beszennyezte a vizeket, és sok más egyéb olyan kárt okozott a természetben, amely ugye oda vezetett, hogy a természetes állapothoz közel álló ételekben is jelentősen lecsökkent a vitamin, a nyomelem, ásványanyag, antioxidáns tartalom. Azt is figyelembe kell vennünk, hogy rendkívüli módon megnőtt az ember fizikai testére nehezedő terhelés, ami ered például az atomenergia felhasználásából, a szénhidrogének égetéséből, felhasználásából, és a vezeték nélküli kommunikációs eszközökből. Tehát nem tudunk úgy táplálkozni, mint évszázadokkal ezelőtt, hogy kimegyünk a kertbe, begyűjtjük a növényt, megesszük, és biztosak lehetünk abban, hogy ugye elegendő tápanyagot biztosítottunk a testünk számára. Azt is be kell látnunk, hogy az elmúlt évtizedekben az ember az idejének egyre nagyobb részét nem a szabadban tölti már el, így a testét sokkal kevesebb napfény éri, mint korábban, kevesebb friss levegőt szívunk, sokat a távolabb kerültünk a természettől, mint korábban valaha. Itt jönnek be a képbe a koncentrált ételek, azok a táplálékok, amelyek hagyományos módon készülnek, vagy nem szenvedték el az évszázadokon át tartó tenyésztési, nemesítési eljárásokat, vagy a természet, vagy az ember ugye nem változtatta meg esetleg csak minimálisan az előállítások módját az évszázadok során. Ilyenek például az erjesztett ételek, mint a savanyú káposzta, a joghurt, sajtok, amelyek nagyjából ugyanúgy készülnek ma is, mint 5000 éve. Ilyen a méhpempő, melynek elkészítési módját és összetételét a méhek nagy valószínűséggel az elmúlt 60 millió évben nem nagyon változtatták, mert ami egyszer bevált és jó azon, miért változtassanak. Ilyenek a bogyós gyümölcsök, mint az áfonya, málna, szeder, a bodza, amelyek minimális átalakításon estek át az évszázadok során. Ilyenek az algák, a mikroalgák, melyek működése, szerkezete valószínűleg sok százmillió év óta nagyjából változatlan, és csak az aktuális globális környezethez igazították a létezésüket. Az algák többsége több mint 3 milliárd éve létezik. Ilyen az olívaolaj, az olajbogyó, a földközi-tenger környékén jelenleg is léteznek több ezer éves olajfák, ilyen a hús és a tojás, ami természet szerint tartott állattól származik. Tehát a harmadik fontos alapelv az egészséges diéta megtalálásához, hogy ki kell egészítenünk a táplálkozásunkat tudatosan, és ezt a kiegészítést olyan ételekkel tegyük, amelyek minél inkább közelebb állnak a természethez, minél inkább olyan módszerekkel készülnek, amelyek sok ezer éves múltra tekintenek vissza. A mesterséges vitaminpótlás kapszulákkal, tablettákkal, cseppekkel hosszú távon nem megoldás, mert a vitaminokat nem lehet mesterségesen olyanra csinálni, előállítani, ahogy azok a természetben, az élő ételekben vannak. Ha meg akarjuk találni a számunkra a legjobb diétát, a negyedik alapelv pedig azon a belátáson alapul, hogy az étkezés az elsősorban tápanyagpótlás, és csak másodszorban az lehet esetleg élvezeti eszköz. Fontos azt belátnunk először is, hogy a testünk 30-40 éves korunkra már nem mondható intelligensnek, amikor megszületünk, a testünk még tudja, hogy mi kell számára, de az idő előre haladtával a káros ételek fogyasztásával tönkretesszük a testünk ételintelligenciáját. Ezért kívánja a testünk a cukrot, gabonaételeket, gyorséttermételeket. Tegyük fel a kérdést, hogy miért teszünk és mit teszünk, azt teszünk, ami otthon van éppen, ez nem biztos, hogy tudatos lehet, hogy olyan ételek vannak otthon a hűtőben, amelyek nem a legjobbak. Azt tesszük, amit a testünk megkíván, ugyancsak problémás lehet, mert ha tönkretettük a testünket, már nem biztos, hogy tudja, hogy mi a jó számára. Akkor is eszünk, ha éppen valamilyen érzelmi kielégülésre vágyunk, meghívnak minket vacsorára barátok, ismét nem azért teszünk, mert ugye éhesek vagyunk. A táplálkozás célja a sejtjeink vitaminokkal, ásványanyagokkal, nyomelemekkel, antioxidánsokkal és megfelelő energiával történő ellátása. Tehát itt a negyedik alapelvnél azt kell eldöntenünk, azt kell elhatároznunk magunkban, hogy az étkezésünk célja az a tápanyagpótlás,
és nem eszünk semmit sem érzelmi indítatás hatására, akár külső, például emberek, akár belső, például a cukor, a glutén, vagy más korábban fogyasztott ételek által indukált reflexiók hatására. Hogy a testünk egyre jobb állapotba kerül, ahogy egyre egészségesebbek leszünk, ezek a kezdetben még tudatos lépések, tudatos odafigyelések, ezek válnak a szokásunká, ezek válnak normálissá. Bízom benne, hogy hasznosnak és érdekesnek találtad ezt a videót, ha tudsz olyanokról, akiket érdekelhet ez a téma, oszd meg velük közösségi oldalakon, e-mailben, személyesen. Ha kapni szeretnél értesítést a következő hasonló videókról, iratkozz fel a piros gomb megnyomásával. Jó egészséget kívánok mindenkinek, köszönöm a figyelmeteket, az egészség legyen veletek!